lehet élmény a tanulás. Új tanulást könnyítő programot mutattak be a Kiscsávói iskolában. Biztonságban két keréken. Nagy sikere volt a közlekedésbiztonsági programnak Baján. Hazai légfegyveres sikerek. Regionális döntő a Honvédelmi Sportközpontban. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió február 20-ai keddesti híradója már is kezdődik. Az iskola mellett az életben is nagy eredményeket hozhat az a tanulás könnyítő program, amelyet a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom utcai telephelyén alkalmaznak a tanórákon. A módszer segít abban, hogy a gyerekek tapasztalati úton élményekkel szerezzék meg a szükséges tudást, és ezek az ismeretek meg is maradjanak az emlékezetükben. Emellett pedig a diákok személyisége is formálódik a tanítási időben. Tapsold el, hány szótagból áll. Egyensúlyozva olvasd el az egyik mondatot, mondd szorzással vagy összeadással. Többek között ezek a feladatok vártak a másodikos tanulókra a Kiscsávói iskolában. Bár a tananyag a nemzeti alaptantervre épül, az intézményben alkalmazott úgynevezett tanulást könnyítő program azonban eltér az általános oktatási módszertől. Február 20-án kedden délelőtt az iskolában egy szakmai nap keretében nyerhettek betekintést a módszerbe a szakemberek. Hegedűs Szilvia, TKP oktató, 10 évvel ezelőtt találkozott a programmal. Igazából a programnak még az a legfontosabb erénye, hogy a tanuláshoz egy pozitív élményt kötünk a gyerekeknek. Ugye ez a pozitív élmény sokkal jobban előre hívja az ismereteiket, és bátrabbak is a gyerekek. Ők nyugodtan segítséget kérnek, akár egymástól, akár pedagógustól, nem feszélyeztetik magukat, szabad hibázni, ez is egy nagyon fontos dolog. Azért az órán is nem ellenőrzöm végig minden feladatot, amikor megyünk, hogy egy kicsit szabadabban is figyelnek egymásra. Egymást is javítják, segítik. A pedagógus azt is elmondta, ez egy egységes program, amely az iskola előkészítőtől a negyedik osztályig kíséri végig a gyerekeket. Nem bontható külön tantárgyakra, hanem komplex, főleg az olvasási, matematikai és íráskészségek fejlesztésére épül. Mindezt úgy, hogy fejleszti a gyerekek térlátását, számfogalmát, finom motorikáját, de ugyanilyen fontos az, hogy az esetlegesen visszamaradt csecsemőkori reflexeket leépítsék, amely például az írástanulás egyik gátló tényezője is lehet, emelte ki a szakember. Markos Gabriella, a Kiscsávói Általános Iskola intézményvezető helyettese híradónknak elmondta, azért hívták életre a szakmai napot, hogy Baján is megismerhessék ezt a programot. Mindenképpen, ahogy a nevéből is adódik, tanulást könnyítő program, és ahogy itt a tanórán is látható volt, rengeteg mozgással jár, illetve a gyerekek úgymond játszva tanulnak. Tehát észre sem veszik, hogy igazából milyen nagyon sok információt tudnak befogadni, illetve mennyiféle fajta feladatot látnak el. A nyílt órát követően szakmai beszélgetésre került sor, amelynek keretében többek között az is elhangzott, hogy a program fő eleme a szövegértés fejlesztése, amely például a matematika tanulásában, de az élet más területein is elengedhetetlen. Több mint 20 bajai jelöltre lehet szavazni az idén a Szentgyörgyi Albert Orvosi Díj oldalán. A Délkelet és Közép-Magyarországi régióban, amely Pest, Csongrád, Békés és Bács-Kiskunvár megyét foglalja magába, összesen 319 orvosra, köztük 23 bajaira voksolhatunk. A díjat a Goodwill Pharma, az Egészségért Közhasznú Alapítvány hirdette meg ismét. A nagy közönség Magyarországon praktizáló orvosokat jelölhetett november 16-áig. A jelöltek között minden évben 7 közönségdíjat és 2 a zsűri által megítélt külön díjat osztanak ki. Szavazni február 19-e és március 19-e között lehet. Egy e-mail címről egy orvost lehet támogatni egyszeri alkalommal. További információk és a szavazás menete megtalálható a Szentgyörgyi Albert Orvosi Díj honlapján. A bajai jelöltek névsorát pedig a Baja Hangja weboldalán is megnézhetik.
Közel 1000 bajai diák vett részt azon a biztonságtechnikai programon, amely a Bajai Rotary Club, az önkormányzat, valamint a Biztonságos Bajáért Centrum szervezésében és támogatásában valósult meg az elmúlt hetekben a helyi középiskolákban. A tréning részeként írt tesztek kiértékelése még zajlik, de általánosságban az a tapasztalat, hogy a tanfolyam révén jelentősen bővült a diákok közlekedési ismerete, hangzott el a program záró eseményén, amelyet a polgármesteri hivatalban tartottak meg február 20-án délután. Hivatalosan főútvonalon a kerékpárral úgy lehet átmenni a túloldalra, hogyha a kereszteződésnél megállsz, áttolod, és onnan tekersz tovább. Január végén tartották meg a kétkerekű biztonságtechnikai tréninget az MNAMK-ban. Ez volt az egyik középiskola a 8 közül, ahol a Rotary Klub Baja közlekedésbiztonsági programja zajlott. A diákok kipróbálhatták egy gépen, milyen motorral közlekedni, váratlan helyzeteket megoldani. Gulcs Zsombor kis motorra már levizsgázott. Így volt némi előismerete, de azt mondta, így is számos hasznos információval gazdagodott. Nekem nagyon segített, mivel nagyon sok új információt tudtam meg, és a közlekedésben is sokkal jobban tudom, hogy mikor mehetek például át az utcán, meg ilyenek. Az oktatók az elméleti oktatás sikerét a tréning előtt és után egy teszttel mérték le, amelyet egy úgynevezett digitális szimulációs gyakorlat követett. Szabó Ákos vezetéstechnikai szakértő úgy tapasztalja, nagy szükség van a diákok ismereteinek bővítésére, amelyre ez a tanfolyam lehetőséget nyújtott. Már régóta csináljuk ezt a programot, elég jó százalékokkal, 15-20%-kal javul a tesztnek az eredménye, úgyhogy az első kitöltöm, ugye az óra elején kitöltetünk vele egy tesztet, nagyjából elmondjuk a tesztnek a kérdéseire, adunk nekik választ, és aki figyel az a tesztnek a végén, vagy az órának a végén sokkal pontosabban tudja kitölteni a tesztet, úgyhogy látható fejlődés. A kampány célja az volt, hogy bővítsék a motorral, rollerrel, kerékpárral közlekedő fiatalok közlekedés biztonsági ismereteit, ezzel is megelőzve a baleseteket. Ha talán kettővel több ember veszi fel a bukósisakot, akkor már jó. Ha elesik, és az megmenti az életét, az még jobb. Vagy hogyha mit tudom én, nem eszetlen módon rohangál át az úton, hanem körülnéz, akkor is az. Én azt mondom, hogy ezek már eredmények. A Rotary Klub országos szinten nagy hangsúlyt helyez a fiatalok oktatásának támogatására. Van Early Act Klub, azok az általános iskolás korosztályúak, az Interact Klubosok, a középiskolás korosztályúak, itt Baján is köszönhetünk interaktos klubokat. A Rotaraktosok, ők pedig azok, akik az egyetemista korosztályúak, és minden korosztálynak megvan a maga életkorához való program, és azt gondolom, hogy a Rotary társadalom ezt pedig nagyon támogatja, a Rotary klubok. A biztonságtechnikai programot a Rotary klub mellett Baja megyei jogú város polgármesteri hivatala, valamint a Biztonságos Bajáért Centrum is támogatta. Itt a tavasz, jönnek a kétkerekűek, és azt szerettük volna, a Rotary klub kezdeményezése volt ez a dolog, és azt szerettük volna velük egyetértésbe, hogyha előtte a srácok, akik kétkerekű járgányokat használnak, kapnak egy kis elméleti, meg egy kis gyakorlati felkészítést a tavaszi időszakra, azért, hogy biztonságosan tudjanak az utakon közlekedni. A program záró eseményén megköszönték az oktatók munkáját és a támogató szervezetek anyagi hozzájárulását. Függetlenként folytatja politikusi pályafutását László Károly. A bajai önkormányzati képviselő hétfőn egy bejegyzésben jelentette be közösségi oldalán, hogy kilép a demokratikus koalícióból. Ezúton szeretném kifejezni hálámat mindazoknak, akik segítettek ezen az úton. Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatok támogatásotokra. Az elkövetkezendő időszakban továbbra is azon leszek, hogy közösen építsük Baja jövőjét. Köszönöm a támogatásotokat és megértéseteket, fogalmazott a korábbi alpolgármester. Február 19-én indult újra a Bácskai Művelődési Központ egyik legnépszerűbb programja, a Senior Egyetem. A tavaszi fél évben számos területet járnak körbe a meghívott előadók, akik a társadalmi és történelmi témák mellett a bajai halászlé kultuszáról is beszámolnak majd. 2024 első fél évét Gruber László, középiskolai földrajztanár előadása nyitotta meg.
És az történt, hogy Tamással úgy döntöttünk, hogy a gyerekek úgy döntenek, hogy Törökországba fogunk utazni. Diákjaival és egy barátjával közösen indult el Törökországba Gruber László 17 évvel ezelőtt. Az így szerzett élményekről és emlékekről számolt be a földrajztanár a Senior Egyetem 2024-es első előadásán. A pedagógus pályafutása alatt sokszor szervezett már kirándulást a fiataloknak, akik minden alkalommal szívesen jelentkeztek az olykor számos akadállyal járó utazásokra. Gruber László azt is elárulta, hogy pólógyűjteményét minden országban igyekszik gyarapítani, hogy beszámolói során a témához illő ruhadarabbal tisztelje meg közönségét. Az oktató elmondta, fontos számára, hogy a történelmi és földrajzi jelentőségű látványosságok mellett a helyi szokásokba és mindennapokba is betekintést nyerhessenek a diákok. Itt ismerkedtünk a helyi erőkkel, egy abszolút hangulatos kis tengerparti település, aztán itt kezdtük el ízlelgetni a helyi ízeket, itt azért ez nem mindig sikerült, mert volt, hogy nagyon mérgesek voltak, mikor fényképeztünk általában, de a muszlim országokban sem nagyon szeretik, és itt nem is arról van szó, hogy fizessünk, és akkor fényképezhetünk, hanem hogy ne vegyük el a lelküket. Az utazások alkalmával gyakran alszanak kempingekben, és a helyi gasztronómiával is szeretnek megismerkedni, tette hozzá az előadó. Gruber László egy teljes programlistával készült a hallgatók számára, akik közül néhányan tervezik is, hogy meglátogatják Törökországot. Tervezem régóta, tehát benne van az úti programok között a cél, mint Törökország. Valamikor mindenféleképpen meg lesz. Ez annyit segít nyilván, hogy amiket így eddig nem tudtam, vagy láttam, azt esetleg így be lehet iktatni, úgyhogy nagyon jó segítség. Pálfi Mária közművelődési és közönségkapcsolati szakember úgy fogalmazott, Gruber László nem véletlenül tartozik a visszatérő előadók közé. Laci már visszatérő vendége az egyetemnek, humoros és lendületes előadásával sokakat megmozgat, úgyhogy most is sikerült megtölteni a termet a hallgatókkal. Igyekszünk mindig olyan előadókat hívni, akik vagy már voltak is nagy sikernek örventek, illetve újakat is. Most az idei szemeszteren több témát is érintünk, lesz régész, pálinka szakértő és történész is. A Senior Egyetem hallgatói legközelebb március 4-én találkoznak újra. A második előadáson Markóné Virrasztó Irénke természetgyógyász a Jövünk a gyermek című könyvet mutatja be. Az ismeretterjesztő sorozat egészen május végéig tart. Még egy hónapig kérhető az SZIA bevallási tervezetek postázása. Március 15-től mindenki megnézheti a tervezetét, legegyszerűbben a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélportálján, vagy az ESZIA oldalon. Aki elektronikusan nem fér hozzá a dokumentumhoz, az idén is kérheti a postázást. Ezt az adóazonosító jelét és születési dátumát megadva teheti meg március 18-áig SMS-ben, webes űrlapon, levélben, telefonon vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain. Az adóhivatal az idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok ESZIA bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Legyen az munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 18-ai határidőről, az május 21-éig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról ugyancsak az említett felületeken elektronikusan és papíron is lehet rendelkezni, szintén május 21-éig. Az SZIA bevallási tervezetek esetleges módosítására, illetve kiegészítésére is eddig lesz lehetőség. A Honvédelmi Sportszövetség az idei tanévben is meghirdette a Lövészkupa légfegyveres versenyét. A regionális döntők egyikének ezúttal is a Bajai Honvédelmi Sportközpont adott otthont.
A továbbjutók március végén az országos fináléban bizonyíthatnak. Pénteken 94 versenyző gyűlt össze Baján a Honvédelmi Sportközpontban, hogy részt vegyenek a Honvédelmi Sportszövetség lövészkupájának regionális döntőjében. A résztvevők 20 lövéses, légfegyveres versenyszámban indultak, általános, középiskolai és felnőtt kategóriában, nemenkénti bontásban. Lőállásbeosztásuk van, 10 sorozatban zajlik majd értékelésre a mezőny. Időpontra érkeznek, előtte fél órával, regisztrálnak, kitöltenek egy nyilatkozatot, beállási idejük van, próbalövéseik vannak, és utána 20 lövést értékelik, belső tízesekkel bontják szét, hogyha köregyenlőség lenne. Cél a továbbjutás az országos döntőre. A mezőny felét kadétok alkották, akik Kiskunmajsáról, Kiskunhalasról, Szegedről és Halásztelekről érkeztek. Ilyen versenyző volt Nagy Bianka is, aki 156-os köregységgel 12. helyen végzett, és ezzel még beverekedte magát az országos döntőbe. Igazából olyan nagyon nagy céljaink nem voltak, jól akartuk érezni magunkat, ez sikerült. Szeretnénk nyilván tovább jutni, de igazából ennyi. Ja, most jöttetek ki a lőállásból, hogy sikerült számodra ez a verseny, illetve a többiek számára? Hát számomra elég kaotikus volt. Jobbat vártam magamtól, de viszont ahhoz képest nem lett annyira rossz. Pénteken 20 hazai versenyző lépett lőállásba. A legkiemelkedőbb teljesítményt a 13 éves Varjasi Kéra ért el, aki felnőtteket megszégyenítő teljesítménnyel végzett korcsoportja és a teljes mezőny élén. Én meg vagyok elégedve, igazából jól sikerült szerintem. Most nem izgultam annyira, mint tavaly, mert tavaly jobban izgultam. Milyen eredményt értél el, mesélj róla? 194 a 200-ból. Milyen célra vágsz neki az országos döntőnek, ott is ilyen hasonlóan szép eredményt szeretnél elérni? Ennél jobbat. Az országos döntőre március 22-én pénteken kerül sor Budapesten a Nemzeti Lőtéren, ahova a Bajai Honvédelmi Sportközpont képviseletében 13 sportoló utazik majd. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Lehet élmény a tanulás, új tanulást könnyítő programot mutattak be a Kiscsávói iskolában. Biztonságban két keréken, nagy sikere volt a közlekedésbiztonsági programnak Baján. Hazai légfegyveres sikerek, regionális döntő a Honvédelmi Sportközpontban. A Bajai Televízió keddesti híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor is én várom Önöket. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok! Viszontlátásra! Este átmenetileg csökken, majd éjszaka észak-észak-nyugat felől újból erősen megnövekszik a felhőzet. Holnap nagyrészt gomoly felhős idő várható, de legalább néhány órára kisüt a nap. Helyenként valószínű eső, zápor. Az északnyugati szél napközben nagy területen megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul. Ennél hidegebb idő a kevésbé felhős, szélcsendes, főleg délnyugati tájakon és az északi középhegységben valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 14 fok között várható.